Köszöntöm a Dél-Dunántúli magazin nézőit a Pécsi Körzeti Stúdióból. Élő adásunk alatt hívható ingyenes telefonszámunk a 0680-210-224-es. Várjuk észrevételeiket, hozzászólásaikat a műsorban elmondani. Nagyszabású összefogásra szólított fel tegnap mindenkit a Magyarok Világszövetsége a sokat szenvedett szlavóniai magyar falvak megmentéséért. Újjászületésünkkel a Világszövetség Baranya megyei szervezete emlékülést szervezett, amely Pécset kezdődött a megyei közgyűlés dísztermében. Ezt követően, mint egy 200 pécsi baranyai polgárt a teljesen lerombolt és ma is lakatlan Szent Lászlóra, onnan pedig Kórógyra. Az emlékülés célja volt, hogy felhívja a figyelmet a háború áldozataira, soha ne ismétlődjék meg mindaz, ami déli szomszédainknál történt. Egyének, szervezetek jelentették be segítő szándékukat Magyarországról, Felvidékről és Erdélyből azért, hogy az árpádkori magyar településeken újból az életé lehessen a döntő szó századunkban, amikor már annyiszor uralta el életünket a halál. Nagyon tisztelt vendégek, kedves barátaim! Földrajzilag is ez a megye, ez a városban legközelebb a legutóbbi szenvedéshez. De tulajdonképpen ez szimbolikus, akar az összes szenvedéssel foglalkozni, és szólni, és újjászületni az összes szenvedésből, amely az emberiséget, és azon belül a magyar népet ebben a században ért. Ez itt az Eszik Vinkoxid összekötő vasútvonal volt egykoron, nem tudom mikor megy erre. Ez pedig szerintem nem kell kommentálni. Örüljünk, hogy eljöttek. Itt 94-ben olyan harcok mentek végbe, és azt gondoljuk, hogy bíznak segíteni, hogy Szent László legyen szép, jobb, mint volt 94-ben. Falat emelt körém az Úr, nem juthatok ki, súlyos bilincsbe vert. Ha segítségért kiáltok is, elzárkózik imádságom elő. Faragott kőből emelt falat utaimra, ösvényeimet járhatatlanná tette. Olyan hozzám, mint a leselkedő medve, mint rejtek helyen nagy koroszlán. Lekergetett utamról, összetépet, elpusztított engem. Felvonta íját és kitett engem nyilai féltáblájára. 1991-ben népszámolás szerint pontosan 748 lakosa volt. Annak 90%-a magyar. A mai napon, vagyis pontosan a mai napon 127-en tértek haza, összesen 48 család tért haza. Ezek visszakapták, vagyis újjáépítés elvégezte a munkákat a házaikon, és mi a tavaly 1997. szeptember 2-án megkezdtük a föld a földek megművelését, köszönve a holland református egyháznak 1.200.000 márka képekben, és ezzel megműveltük a földeket, amit elvetettük. Remélhetőleg az első aratás már itthon fog megtörténni. Nagyon sok szerb nemzetiség van még mindig a magyarok házaiban, egykori házaiban. Mi lehet erre a megoldás? Mikorra várnak végső megoldást? Hát most már azt mondhatom, hogy kevesen vannak itt Kórógyon, hisz 470-en voltak még a tavaly, most a mai napon 48-an vannak még itt Kórógyon. Két problémánk van, a Daytoni, valamint az erdélyi egyezmény alapján, a 14. pont alapján ők is horvát állampolgárok, és mi a horvát állampolgár, a horvát kormánynak biztosítani kell nekik helyet, mindegy, mi nem biztosítunk helyet, vagy nem akarnak önkéntesen elmenni, nem tudjuk kiűzni őket, és nem akarnak elmenni az otthonaikba. Ez a szüleim háza, írja rajta, hogy leúzott a milícia, ez azt jelenti, hogy elfoglalt a rendőrség, egy rendőr család él benne. Ők még nem mentek el, édesapánink még nem tudnak hazajönni Magyarországból. Mikor lesz itt rendes élet? Azt nem tudom még megmondani.
mert még a házat is úgy van, hogy döntve, nincs elkezdve, majd talán 10 nap múlva, nem tudom. Gondolta volna, hogy időskorára új életet kell kezdeni? Ezt senki nem gondolta. Milyen segítséget kapnak, illetve mit várnának? Na mindent, amit kapnánk, jól jönne. Na várni nem lehet azt kiszabni, hogy mit. Ha kapjunk, jó, hanem úgyis meg kell eligenni. Mikor meglátta a romot ezebe, hogy mindent elvitek, a férjem igen megbetegedett. Úgyhogy nem bír magának. Mondja, hogy nem bírok tenni, jó, hogy nem csapott a szél, úgy sem mindent. Minden föl nagy csupák voltak, góré volt, istáló volt, disznózsólak voltak, mindent elvittek. Ott éppen azt látjuk, amint egy szerb betelepülő költözik. Vajon hova költözik? Nem tudom, de remélem, hogy nagyon messze. Csak egy nyári konyhában lakunk most egy előre. Ha az még úgy van félbe, komisszió megnézte, de mikor csinálom, nem tudom. Miből tetszenek élni? Most még megkaptunk itt semmiféle segélyt, majd talán kapunk. Meg a tartalék. Férjem meghalt Magyarban, most Rózson. Én most egyedül vagyok. Itt minden rongy. Ezek is konyhát kínáltak, ilyen kínáltra ajtót, meg ablakot. Haza nem tudok jönni, mert nincs se fekhelyem, se asztal, se szék, se semmi a világban. Mire jöttek haza? Csak így ilyen hazajáról élek vagyok. Talán egy nap majd lehet az iskolában is dolgozni, de magyarul, mert mivel kevés a magyar tanár, hogyha ki kell segíteni az iskolában, akkor szívesen hazajönni. Kevés gyerek van, sokan elmentek Túrógyról, visszajönnek is, azok most már a felső osztályba járnak, mint horvát iskolába, úgyhogy azok már ide Túrógyra nem jönnek. Csak ezek a kisebb babak, hogy hány tanuló lesz, nem tudom. Mi törekedni fogunk, hogy a magyar nyelv azért megmaradjon, én is a gyerekeimet tanítom, ha bár a férjem horvát, a gyerekeket tanítom magyarul, felhozom a anyukámékhoz, hogy azok is beszéljenek magyarul, úgyhogy mi abban a reményben vagyunk, hogy nem fog eltűnni a magyar nyelv. Csak az a fáj, hogy amikor hazajönünk és látjuk, hogy milyen sokan vannak már itthon, akkor nagyon fáj, hogy csak elmegyünk a házunk mellett, és nem mehetünk. Most egyelőre mi nem vagyunk itt, mi csak idejünk dolgozgatni, de máskülön ott vagyunk Magyarországon, küzdöm számát ki most. Betegös vagyok. A ház megvan még? Nincs. Romokban van az egész. Konkrétan Magyarországon van problémánk, mert megkaptuk a határozatot, hogy június 30-ával, vagy meddig, igen, 30 vagy 31, én nem is tudom, haza kell jönnünk. A ház romokban van, a férjem most már második éve kezelésre jár Pécsre, ott van közel, és nagyon beteg volt. Ő neki az lenne a jó, hogy a kezelés amíg tart, hogy ott lehessen. Nekünk meg ki van adva, hogy haza kell jönnünk. Ide nincs hova jönnünk, ott van hol lennünk. A fiunk most megy majd 8. osztályba. Őnek is, hát mondjuk az lenne a jó, mert horvátul nem tud, hogy ott elvégezhetné a 8. osztályt. De mi rajtunk ott senki nem segít, mert egyszerűen ez a határozat van, hogy 30-ával lejár a tartózkodás, és ez a gondunk. Minden hétvégén hazajövünk, dolgozunk, de ez is annyiba kerül is, meg fáradtó. Tessék nézünk, hogy nézzünk ki. Nagyon nehéz. Ezt hajzolom úgy, hogy mikor innen elvittek minket magyarba, akkor mindig gondoltam, csak gyerekkel eszékig, akkor majd gyalog eljövök a kölytán keresztül kórógyra. És csak evalgultam azt, hogy még szélcsapot, azután nem bírok semmit a kezemmel, sem meg kikútnék is sem menni. 4 hónapig nem voltunk itthon, akkor nekem eszembe jutott, hogy kellene hazajönni, de volt. Autóbusz nincs, a férjem beteg volt. Az elég bírt menni, mert ha szélütött volt, szélérte ütött. De menni kellene haza, de autóbusz nincs, csak a Szilassig. De onnan még haza kell jönni Kórógyra. A lányom azt mondja, Anyika, én nem, még nekem van még lányom, ha véletlenül előnek, akkor mi lesz velem?
én is megértettem, ha tényleg úgy van. Akkor azt a sógorunk, a gőmnek a sógora azt mondta, Joli, én a te szüleidet haza fogom vinni, én nem félök. Ekkor még ekkor azt mondja, elzíjünk, legyetek késő. Na akkor én, még a férjem, még a lányom, elvittünk haza. Mindjárt így a hídunkra hajtottunk, jelentkeztünk, úgy hazagyüttünk. Mondták, jól van, öregök vagyunk, mi semmiben nem avatkoztunk bele. Mondták, itthon bírjuk már. Csak ha itt akkor volt minden, úgyhogy három éjszaka, itt falu végén, itthon maradt egy család, mert volt egy öreg édesanyja, 92 esztendős volt, még a férje is, nem bírt, nem is tudta, mikor elmentünk. Aztán ott itthon maradt. Azoknál talán három éjjel is, mert itt nem lehetett, itt olyan nagy zűrzavar volt a szobában, hogy itt rendet kellett csinálni. Az én fiam Csepénben van, ahol temetve. Nincs még ide haza, majd haza fogunk hozni. Majd mikor mi is kis haza kerüljünk. Hazunkban nincsen ma senki, de elég rossz állapotban van a ház. Majd ha még csináljak, akkor nehéz. Fájdalmas, szomorú. Nem tudom. Azt mondom, csak át lehet élni, ezt nem lehet elmesélni. Korvul lőtték le őket, ugye, ott maradt a helyszínen, a többiek még nincs sebesültek. Mikor végignéztem Szent László szörnyű állapotát, akkor az jutott eszembe, hogy nincs televízió a világon, amely hitelesen tudná közvetíteni, hogy mi történt. Mi lenne, hogyha a nemzetközi szervezetekből egy vagy két ember elhívnák, hogy ők szembesüljenek azzal, hogy mit látnak. Tudnélik, a televíziók közvetítették a háborút, közvetítették a romokat, de a drámát, a katarzist nem tudják közvetíteni. Tehát a következő pillanatban új hír jön, még újabb hír, az, amit meg kellene érteni, azt nem tudják megérteni. A 20. század valóság hiányban él. Mi azt szeretnénk, hogyha nagyon sok ember, a gazdagabb, a rétegesebb, a katartikusabb valóságot ismerné meg. Ne csak az, hogy Szent Lászlót lerombolták, ne csak az, hogy hazatérnek az emberek, hanem az is, hogy hogyan. Megdöbbentő élvényem volt, amikor először jutottam le eszékre a háború végeztével, hogy az eszéki főtéren levő nagy templomban és keresztbe volt két gépisztoly sorozattal lőve. Tehát látszott, hogy itt valami olyan sötét hatalom kerítette az embereket uralma alá, hogy mindaz, ami jó, ami szép, ami az embernek a tisztességet, a vallást, a hitet jelenti, az lett olyan gyűlölet tárgya, hogy azt el kell pusztítani. Nem hiszem, hogy csupán stratégiai jelentőségű lenne az, hogy kimagasló épület, tehát a megfigyelő állást lőjük szét. Itt mélyebb indulatok pusztítottak, vagy a baranyavári katolikus templomban is benn voltam, ahol emberi hűrülékkel volt telemázolva a fal, bocsmány szavakkal. Szóval itt valahol az emberekből az ösztönvilág, a gonosz ösztönök szabadultak föl. Ez Európa szégyene, ez az európai szolidaritás képe. Szerintem jól emlékszem arra, hogy a nagyhatalmak, az európai közösség és Amerika is azt mondta, hogy csak az egységes Jugoszlávia, csak az egységes. Ezzel elszabadította a bokrot, és nem adott segítséget. Végül mégis meg kellett adja sok-sok ezer embernek a halála után azt, amit megtagadott. És ugyanezt fog történni Koszovóban is. Most is azt mondják, hogy a jugoszláv belügyében nem lehet beleavatkozni, és ott is majd több tízezer embert meg fognak ölni, és akkor fog Európa fölébredni, hogy valami tartozik az európai eszményhez.
szlavóniai magyar falvak újjáépítéséről természetesen tájékoztatjuk majd önöket. Most következő mindhárom riportunkban a Természetvédelem Nemzetközi Napja és a Múzeumi Világnap alapgondolatához csatlakozik. A múlt örökségét eleveníti fel, ápolja és gondozza sokszor önfeláldozó módon Kovács Szabó János pécsi polgár, akiről sokan mondják, hogy szinte a hátán vitte fel a hegytetőre az új tubes kilátót, amelyre már 16 éve vártak a hegyszerelmesei. A kilátót ugyan tavaly átadták, de a munkálatok még nem értek véget, mert hiányzik még 9 millió forint a teljes befejezéshez. A múzeumi világnapon azonban úgy véljük, büszkén mutathatjuk be önöknek mindazt, ami már elkészült, és természetesen azt, akinek köszönhető. A Mecsek Egyesület munkájaként 1910-ben megépül Rauch János terve alapján a tubesi kőkilátó. Néhány évtized után a Mecsek Egyesület megszűnt, a kilátótornya pedig 1981-ben lebontották. 12 év múlva ismét újjáéled a szervezet, és annak titkára Kovács Szabó János lépést akart tartani álmaiban. Szeretnék ismét látni a tubesi kilátótornyot. A munkám kötött a tubeshez, tehát gyakran ide jártam. Egyébként mindig szerettem az erdőt gyerekként is. Volt egy nagybácsim, érdekes, hogy nem mindig az apa vagy az anya az, aki valamire ráveszi a gyereket. Például itt egy nagybácsi volt, aki egy erdőt szerető, erdőt járó ember volt, és az unokaöcseimmel együtt jártuk az erdőt, és ő az, aki talán elültette bennem azt az erdőszeretetet. Gyakran jártam ide, láttam a régi torony lebontását, és hát ez egy ilyen ötlet volt, hogy jó lenne egy másikat építeni. Szóval ezek soha nem egy ilyen tudatos, meg én elhatároztam, hanem úgy jött. Az elhatározás egyébként igenis tudatos volt, csak Kovács Szabó János szerény ember. A Mecsek Egyesület tagjai tudják a legjobban, hogy a kilátótorony építésének megkezdése után János szerzi a pénzt, intézi az engedélyeket, tartja a kapcsolatot a kivitelezőkkel, építőanyagokat rendel és hozat, és ha kell, még a betont is locsolja. Ahogy társai hívják, ő a János, akinek köszönhető, hogy van tubesi kilátó. Mindig valakinek lenni kell, szóval ez nem egy érdem, hanem a sors hozta így, hogy hát én voltam az, aki elkezdte, én voltam az, akinek mindig mozgatnia kellett, amikor megállt, de ezt nem lehet érdemnek feltüntetni. Ez inkább egy olyan dolog, hogy mindig van valaki, aki a kézbe tartja a dolgokat. Először is az alapítványt kellett létrehozni, azzal kezdődött, akkor a következő lépés volt a pénzszerzés, ami például azzal járt, hogy 160 helyre kellett levelet írni, ahol lehetett ott személyesen beszélni. A következő lépés volt a tervpályázat kiírása. Amikor a tervek elkészültek, már csak a 15 millió hiányzott. Sokan azt mondták, hogy akkor kezdjék meg az építkezést, ha a fele pénz megvan. Kovács Szabó János fele pénz nélkül is belevágott, ugyanis mindig akadtak támogatók. Örömmel mondhatom el, hogy az első kilátószint az kész, és engedéllyel látogatható. Ez már magasabb, mint az első kilátó volt, mert az olyan 7 méteres volt, itt 9 méteren áll az ember, tehát aztán az ennél magasabb ponton van, és nagyon szép a panorámája. A henger az kész, 16 méterig, ami egy nagy dolog, mert ez egy nagyon komoly munka volt ennek a zsaluzása, vasalása és bebetonozása. Például azért kellett bele tennünk már azt a 10 méteres vascsövet, amit láthatnak azok, akik idejönnek, mert ezt már utólag nehéz lett volna beemelni. A súlya miatt is, meg a hossza miatt is. Ez egy 10 méteres vascső, ami majd a vaslépcsőket tartja. A második kilátószint magasság, ahol állunk, az 16 méter. Itt egy vaskorlát lesz, és fölött egy tető, tehát végig is a tető magasság az már 22 méter. Ez annyiból érdekes inkább, hogy a városból nagyon szépen látszik majd. Igaz, hogy nem a belvárosból, de kertvárosból, uránvárosból. Sőt, már a Petőfi utca környékéről már látszik a torony. Onnan pedig tiszta időben még a Badacsonyt is látni. Éppen ezért a toronyba épített vendégszobát hasznosítani is lehetne. Azzal legalább csökkenne a hiányzó 9 millió forint. A város vendégeit lehetne felhozni ebbe a szobába, leültetni, egy kávéval megkínálni, megmutatni a panorámát. Tehát ez egy újabb olyan pont lehetne a városban, amit az ide látogató vendégnek meg lehet mutatni. Most itt ebből is lehetne pénzt csinálni úgy, hogy a város kiadja ezt mondjuk egy vállalkozónak. Hogyha annak külföldi partnerei vannak, ő elkéri a kulcsot, felhozza a vendégét, és akkor esetleg megmutatja itt a panorámát. Amikor azért ide látogat ön, akkor ez ilyen egy büszkeséggel történt el? Én nem nevezném ezt büszkeségnek. Ez egy nagyon jó érzés. Tehát az ember, amikor él, dolgozik, csinál valamit, és ha valami elkészül, mindig tud örülni. Tehát hogyha
hogyha ön nincs, akkor nincs az új tubesi kilátótorony. Akkor valaki más építette volna meg, szóval itt nem az a, itt most, ha már rólam van szó, akkor inkább az, hogy nekem ez egy nagyon jó érzés. Tehát nem dolgoztam hiába. A természet értékeit, a múlt hagyományait is újjáélesztik azok a polgárok, akik szűnni nem akaró energiával dolgoznak a kis baranyai falu kárász felvirágoztatásán. Ki nem fogynak ötleteikből a kárásziak, mint látni fogják, hogyan tehetik ismerté településüket. Sikereik újabb családokat győznek meg helyben és a környéken, hogy érdemes a természetre és a helyi hagyományokra felhívniuk a hazai és a külföldi vendégek figyelmét. A Mecsek keleti részén festői környezetben fekszik Baranya megye 300 fős települése, Kárász. Az ott élők a falu jövőjét a hagyományok újjáélesztésével alapozzák meg, amelyhez szorosan kapcsolódik a belföldi turizmus, pontosabban, ahogy ők mondják, a falusi nyaraltatás. A hagyományok történetében fontos szerep jut az 1867-ben megalapított falu szövetkezetnek, amely az első volt Dunántúlon. A kárásziak azonban már világkiállításon is szereztek aranyat. Kárász a magyar természetvédelemnek is az egyik úttörő vállalkozását mondhatja magáinak. 1904-től a háborúig üzemelt Günel Márton madárvédelmi berendezéseket gyártó kis üzemel, ami az ország legkisebb gyára volt akkor, de olyan eredményeket mondhat magáénak, mint például 1924-ben a barcelonai világkiállítás aranyérme. De ami napjainkban leginkább kézzelfogható és összefügg a múlta az, hogy Kárász a magyar falusi nyaraltatás bölcsője, és mi szándékosan használjuk ezt a falusi nyaraltatást. Egyrészt magyar szó a nyaraltatás, nem úgy, mint a turizmus, másrészt pedig mindenki ezzel foglalkozik, tudja, hogy hát valóban erről van szó, a nyárról. A tavalyi esztendő óta Kárászon egy Túrinform iroda is működik, amely a szomszédos hét település vendégházaiba irányítja a természetkedvelőit. Helyben egyébként 12 család foglalkozik a falusi nyaraltatással, és felmérések alapján a legnagyobb vonzerő az erdő. Erdészként különösen tudom értékelni az erdő szépségét, de ezt bárki megerősítheti. Egyrészt készítettünk is a vendégek körébe is. Érdeklődtünk, kérdőíveket adtunk ki, hogy mi az, ami ide vonzott őket, és kiderült, hogy egyértelműen ez az erdő. Vékenyen és Kárászon az elmúlt évben 5400 vendégészakát töltöttek a természet kedvelői. Ezekben a falvakban egyébként nem csak az emberek várják sok szeretettel a turistákat, hanem Sába és társai is. Két önkormányzat tartja fent az irodát. Ezek Magyaregregy, Kárász, Vékeny, Szászvár, Szalaknak, Köbrény és Alsómocsolád. Az ide befolyó idegenforgalmi adókból próbálják fenntartani. Ezzel a komplex dologgal azért már jobban eladhatók vagyunk, hiszen Magyaregregynek ott van a Mária vára, ami az egyik legkeresettebb kirándulóhely, onnan indulnak ki a turistautak. Mészkőhegységről érezt, hogy rengeteg forrás, patak található itt ezen a részen, kiépített források, szalonmesítő helyekkel, amik kirándulóhelyek központjai lehetnek. Azon kívül van két hidegvizes strandunk, egy lovardánk és két horgásztalunk is. No, és egy aranybánya is van, igaz, annak pontos helyét csak a helybéliek ismerik. A természet megóvása érdekében Kárász együttműködést kötött a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóságával, és ennek keretében hozták létre a Zöldpont információs irodát. Az ő érdekük is, és a mi érdekünk is az, hogy a turizmus megfelelő formában le legyen vezényelve, hogy a sétautakon közlekedjenek, tudják azt, hogy melyek a védett növények, tudják azt, hogy a forrásokat védeniük kell, hogy nem szabad követ bányászni, nem szabad aranyat mosniuk. Az irodahasználat fejében pedig pályázati együttműködést tudunk kialakítani, esetleg közös kiadványokat tudunk majd megjelentetni, ami mindkét fél érdekét egyaránt szolgálja. És a zöld információs rendszerekhez a teleházunkon, az internetünkön keresztül kapcsolódni tudunk majd. A falusi nyaraltatás másik vonzereje lehet a hagyományőrző csoportok bemutatkozása, illetve a visszatérő nemzetközi tábor. Egyetlen programokban egy visszatérő program, a keleti Mecsek hagyományőrző tábor, minden évben megrendeztük, 100-150 fő között nemzetközi tábor, főleg a német-gajkú vendégek jönnek Ausztriából, Németországból. Tavaly 150-en voltak és 90 volt képviseltek el magát. Ilyen nagy volumenű programért már eljönnek az emberek. Táncot,
néptáncot, két művességet, amit tanulnak gyerekek és felnőttek az előadások két nyelven folynak. Mai műsorunk első riportja a szlavóniai Kórógyon készült, ahol mindaddig, amíg le nem csapolták a vizeket, halászatból éltek a helybéliek. A vízenjárók, azaz a vízimolnárok, hajósok, halászok ünnepe a Nepomuki Szent János ünnep, amelyről már egy évtizede megemlékeznek Mohácson és Baján is. Az ünnepséget szombaton rendezték meg Baja Szent Jánoson, az egyik városrészben, ahonnan a hagyomány elindult, hiszen a ceremónia az itteni kis kápolnában kezdődik, ahol őrzik Szent János szobrát. Este 6 órakor gyülekedett a tömeg a Baja Szent Jánosi kápolnánál, ahol őrzik Nepomuki Szent János szobrát. Az ünnepi ceremónia misével kezdődik, majd a szobrot hosszú menet viszi ki a Sugovica partjára, ahol az egyház és a város vezetői, mielőtt hajóra tennék a jelképet, felelevenítik az évszázadokkal ezelőtti történetet. Nepomuki Szent János 1383-ban élte Csehországban. Cseh király IV. Vencel felszólította, hogy mondja el azt, hogy a felesége mit gyónt nála. Nepomuki Szent János rangos pap volt, aki a kanonoknak rendjéhez tartozott. Ő természetesen megtagadta gyónási titoknak az elmondását, és a király erre megfenyegette, hogy beledobatja a Moldovába. Mivel hűségesen kitartott a gyónási titok megőrzése mellett, a Károly hídnál a király parancsára bele is dobták a Moldvába, amelyre ma is tábla emlékeztet. A bajai ünnepség már a hajón folytatódik, ahol a tömeg és számtalan kivilágított ladik kísérik utolsó útjára Szent Jánost. A koszorút a folyóra helyezik, a szobrot pedig partra teszik, mint egykor a tetemet a vízimolnárok, a halászok. A történet további része már legenda, mely szerint a kiemelt holttestet eltemették. A hiedelem időben jóval később folytatódik. Az 1700-as években kiemelték az ő testét a sírjából, és megdöbbenve tapasztalták, hogy habár elporladt a teste, és csak a csontváza maradt meg, a nyelve az épségben maradt. Ma is őrzik a nyelvét ott az egyik templomban, mint erekjét. Azóta a gyónási titok áldozataként és vértanújaként emlegették Nepomuki Szent Jánost, és a vizek partján találjuk az ő szobrát. A bajai emberek utcavállal, a polgármester által csapravert hordó borral ünneplik meg a szent évfordulót. Az utóbbi években egyre több vízparti magyar városban is követik ezt a hagyományt. Az emberek ma valamiképpen fogódzót keresnek a mai világban, amikor a pénzért, érdekekért és különböző más jutatásokért hajlandóak még az elveiket is feladni. Hajlandóak kompromisszumokat kötni, hajlandóak talán éppen az ellentétes elvekről vallani, és látják az emberek azt, hogy nincs fogódzópont, nincs fix pont, nincs olyan, akiben meg lehetne 100% bízni. Így történik azután az, hogy az emberekben van egy nagyon jó érzés, egy nagyon jó képesség, amely arra irányul, hogy kell lenni igazságnak, kell lenni elfhűségnek, kell lenni bátor kiállásnak. És Nepomuki Szent Jánosban látják eszményképüket. Magazinműsorral egy hét múlva jelentkezünk legközelebb, de ha kíváncsiak Dél-Dunántúl eseményeire, kérem maradjanak még velünk, rövidesen következik a híradó. Én megköszönöm a figyelmüket, és elköszönök a viszontlátásra.